gyerekeim még kicsik voltak, és hát ilyen felfedező útra indultak, és hát pincétől a padlásig mindent átnéztek, és akkor találták ezt a sapkát, ami a véleményem szerint Almási Lászlóé lehetett. Lukácsék több mint 10 éve költöztek ebbe a házba, ahol egykor Almási László is élt. A neves Afrika kutató és felfedező szombathelyi kötődését emléktábla örökíti meg a Gagarin utcában. Szombathely utcáit híres emberek koptatták, közéjük tartozott Almási László is. Almási Lászlóról még itt Szombathelyen is viszonylag kevesen tudják, hogy itt lakott. 1922-től 26-ig ebben a házban. Németi Mária újságíró idézte fel Almási László regénybe élő életútját, kiemelte a technikai érdeklődését, a figyelemre méltó teljesítményeit, a sportszenvedélyét és kalandos felfedező útjait. Beszélt arról is, milyen szálak fűzték őt a megyéhez, illetve Szombathelyhez. Mikes Jánosnak a környezetében, a híres püspöknek a környezetében élt, magántitkára volt, részt vett a királypucsba, tehát a IV. Károly visszatérésekor, az első visszatérésekor ő volt a sofőr, aki aztán állítólag Budára ő vitte a Mikes kocsiján, meg hozta is Budáról vissza magát a királyt. Almási sokoldalú tevékenységével, példamutatásával a kortársak és az utókor tiszteletét is kivívta. Donát Ervin ezért is kezdeményezte az emléktábla elhelyezését. Mint keresztényi magyar hazafi, hazánk történelmével és történelmi személyeknek a bemutatásával, munkássággal foglalkoztam, különösen azokkal, akik nagy érdemet szereztek a magyar nemzetnek, és az idei elfelejtették őket. Almási László kimagasló tetteire egy róla elnevezett sivatagi hegy és egy egyiptomi repülőtér is emlékeztet.